A Bezdáni Önkéntes Tűzoltó Testület 1879 óta működik folyamatosan, az évek során számtalan díjban részesült. A jelenlegi épületben 1962 óta tevékenykednek, amelyet legutóbb 1987-ben újítottak fel. Tavaly érkezett az első jelentős támogatás a Magyar Nemzeti Tanácstól, ezáltal megvásárolhatták azt a 96 négyzetméteres épületrészt, amely addig nem képezte a testület tulajdonát. Ezt követően az egyik garázst újított. Föl tudtuk újítani az egész tetőszerkezetet, azon kívül a másik garázsunkat, azoknak padlóburkolatát, falburkolatát, és ki tudtunk alakítani egy vadonatúj garázst a következő remélhetőleg hamarosan érkező kocsiknak, és ezen kívül még 18 nyillászáró, tehát ajtót, mint ablakot cseréltünk le az egyesületen. Sor került a hiányzó tűzoltó eszközök beszerzésére is. A bezdáni önkéntes lánglovagok évente mintegy 50-től 70 bevetésen vesznek részt. Nem csak itt helyben oltanak tüzet, hanem a szomszédos Küllőd településen is, illetve a fennhatóságuk alá tartozik még 5 környékbeli nyaralóhely, illetve mintegy 10.000 hektárnyi termőterület is. Aktuális helyzet a szerbiai önkéntes tűzoltó testületeknél. Az ünnepélyes átadó alkalmával sor került a délvidéki önkéntes tűzoltó hálózathoz csatlakozott egyesületek képviselőinek kerekasztal beszélgetésére. A 48 tűzoltó egyesület a tagja a délvidéki önkéntes tűzoltó hálózatnak, és hát tulajdonképpen azt akarja a hálózat, hogy a magyar kormány segítségével, a Magyar Tűzoltó Szövetség biztosít nekünk felszereléseket, használt felszereléseket, valamint szak előadásokat tudnak nekünk tartani magyar nyelven a Magyar Tűzoltó Szövetség szakemberei. Minden közösség számára a legfontosabb dolog, hogy olyan tagjai legyenek, akik önkéntesen a közösségért tenni akarnak, fogalmazott Hajnal Jenő, az MNT elnöke. Nekünk a legfontosabb, hogy ott, ahol többségében magyarok vannak, magyar tűzoltó testületek, magyar tűzoltók érezzék azt, hogy odafigyelünk, törődünk, hiszen közösséget védenek és őriznek. Hogy bátorság nélkül nem lehet élni. A szomszédos ingatlan megvásárlása is megtörtént idén júniusban, ahol tűzoltó múzeumot terveznek kialakítani, emelte ki Pásztor István, a VMS elnöke. Reményeink szerint belátható időn belül ennek az épületnek, ennek a tűzoltó múzeumnak a fölépítése el is fog kezdődni. Ez azért volna fontos, hogy megőrizzük azokat a relikviákat, amik az elmúlt több mint 100-100 valahány évben használatban voltak. De nem csak a relikviákról szól a múzeum, hanem arról is, hogy egy mozgalomnak, egy szerveződésnek, egy humanitárius erőfeszítésnek állítsunk emléket. A bezdáni önkéntes tűzoltótestületnek 150 tagja van, közülük 25-en vizsgázott önkéntes tűzoltók.